Az egyre hidegebb éjszakák és nappalok miatt sokan előbb elkezdenek fűteni otthonaikba, mint ahogy a téli szezon elindulna. De mielőtt a konvektor, a kályha, a gázkazán vagy a kandalló beüzemelése kerülne, érdemes azt szakemberrel ellenőriztetni. De a kémények rendszeres tisztítatása és karbantartása is több szempontból lényeges. Egyrészt a szénmonoxid mérgezések egyik fő oka a nem megfelelően karbantartott kémény, valamint kéménytüzek okozója is lehet az elhanyagolt kürtő. Most teszem azt, egy vizes, akár fa is okozhatja ezt, vagy festékanyagot tartalmazó fa, illetve hogyha nem a megfelelő tüzelőanyagot választjuk, tehát maximálisan kerülendő például a különböző műanyagok, a különböző festékanyaggal kezelt éghető anyagoknak az eltüzelése és ilyen módon történő megszabadulása, mert ezek sajnos majd a kémény falában lerakódnak, tehát korom, rosszabb esetben pedig kátrány is képződik. A kormot, hogy azt még a kéményseprők meg tudják tenni, hogy ezt eltávolítsák. Amit fontos észben tartani, hogy a kéményseprő nem jön automatikusan a családi házakba, tőlük időpontot kell kérni még a tüzelés megkezdése előtt. A 1818-as telefonszámon ezt meg is tudja tenni a lakosság, itt a 9.1-es menüpont alatt tud érdeklődni, tehát ezt meg is lehet így rendelni, ez ingyenesen lehet élni ezzel a kéményseprési lehetőséggel. Azok a lakások vagy családi házak, ahová például egy vállalkozás lenne bejelentve, ott pedig a közületi szolgáltatók azok, ahol igénybe tudják venni ezt a szolgáltatást, ott már másik feltételek járnak, tehát itt a lakosság, tehát a lakosság a családi házaiknál ezt igénybe tudja ingyenesen is venni. A szakember azt tanácsolja, hogy a fűtőeszköz és a kémény kialakításánál, valamint a komolyabb karbantartásoknál is hívjunk hozzáértőt. Ha valami meghibásodást találunk, semmi esetre se kezdjük el házilag barkácsolni. Bízzuk ezt azokra, akiknek ez a munkájuk, hiszen itt számos balesettől és kellemetlenségtől megóvhatjuk magunkat.